fölmerült a lehetőség, hogyha már ilyen sokan vagyunk, és már majdnem melegen is, már legalábbis ehhez a térhez, bevallom őszintén, annyira nem számítottam ennyi főre, bár nem lepődök már meg nagyon semmin. Mindjárt 14:30, szerintem egy fél órás rátartással dolgozhatunk, nem tudom, még nálam nem jelentkezett egyetlen egy hivatásos vagy hivatalos szervnek sem a képviselője. Van-e itt olyan jegyző, közjegyző, bíró, rendőr, titkos ügynök, nem titkos ügynök? De nincs. Jó, minnyáján le vagytok ültetve? Már akinek, már úgy értem, hogy úgy kétértelműen értem. Jó, találjátok meg a helyeteket. Úgy van meghirdetve a mostani délutáni rendezvény, fórum, hogy este 7 óráig tart. Ugye a terembérletnek addig van kibérelve, majd utána vissza kellene rendezni. Én nem ragaszkodom a 7 óráig, ha végzünk egy fél óra alatt és meghozzuk a ítéletet, azt se bánom, ha azt mondjátok, hogy ez legyen egy rögtönítélő bíróság. Nekem ez nincs ellenemre, szerintem már így is 10 évet késtünk ezzel. De én tudok várni még akár heteket, hónapokat, majd ez elválik. A több száz évvel nem tudok mit kezdeni sajnos. Igen, már több száz éve, lehet, hogy 1000 évvel is csúszva vagyunk, bár itt nagyon érdekes a történelmi furcsaságok, mert úgy csúszkálnak 100 éveket, 10-20-30 éveket események, különböző nevekkel, meg egyebekkel, hogy nagyon nehéz ezt nyomon követni. Sőt, egyre bonyolultabbá válik a helyzet. Na, szerintem aki ide akart jönni, az ideért, úgyhogy lassan-lassan szépen megnyugszunk, elcsendesedünk, és elkezdünk befelé figyelni. Már egy hipnotizőr így kezdeni a mondókáját, de én nem vagyok hipnotizőr, én szeretnélek benneteket fölébreszteni. Nyilván aki itt van, az már bizonyos értelemben azért talált ide, mert hogy a Szent Imre utca 9-es számot kereste, az Iskra. Iskra az oroszul szikra. Ugye nem tudom, beszéltek még oroszul, nagyjából a életkorotokat tekintve még kötelező volt az orosz nyelvtanulás. Mondom, kötelező volt. Kötelező most is, mert a következő generációknak már kötelező lesz majd a szemüket Moszkvára is oda vigyeszteni. A múlt az visszaköszön, a szikra az pedig, tudjátok, hogy arra való, hogy tüzet gyújtson. Ahol szikra nincs, ott nem tud tűz keletkezni. Ez egyfajta szikra, amely már nem most kezdődött el, hogy pattogjon, hanem itt jó néhányunkban már ez tűzből visszafejlődve szinte változott egy újabb, már egy mélyebb tartalmú vagy magasabb rendű, nem is tudom mivé. Nagyon nehéz ezt néven nevezni, mert akárhányszor belekezdünk a dolgok logikus összerakásába, mindig abban én legalábbis arra a következtetésre jutok, hogy itt nem logikus már semmi. És ahol a logika végződik, ott megtaláljuk Istent. Mindig az, vagy erre a válasz az Isten. És délelőtt már mondtam, hogy én hivatalos meghívót küldtem a kalocsai érsekségre is. Hát, hogyha Isten hivatalos képviselője is megjelenik, és megmagyarázza nekünk a megmagyarázhatatlant, amit vagy elhiszünk, vagy nem hiszünk el, mert ugye a szemeink és a füleink azok másképpen vannak már beidegződve, mint ahogy az átlag magyar állampolgár, aki még most is egy szavazáson van túl, és nagyon csodálkozik a szavazás eredményén, hogy hozhatták ki ezt az eredményt. Viszont még mielőtt ez a bolha cirkusz, ami itt a közigazgatásban most szavazásba torkollott volna, és most csodálkozik mindenki, hogy Budapestet hogy lehetett elveszíteni, és karácsony, Hanuka néven futó karácsonynak átadni, és újra liberális címszó alatt egy magyarok fővárosát kiengedni a úgynevezett magyar nemzeti, vagy nemzeti magyar, vagy magyaros nemzeti, vagy álnemzeti cionista nemzeti
Orbán Orsós Viktor kezéből, annak csak annyit tudok üzenni, hogy ez így volt megírva. Ez volt a terv. Magyarok fővárosa, már rég nem magyarok fővárosa, Budapest. És akkor mindenki értheti, hogy a következő időszak, akit látta a felhívásomat, ugye erre a meghívót, én ott mindenféle késekkel, meg tőrökkel mutatkoztam. Hosszú kések éjszakáját emlegettem, ami lehet, hogy nem is egy éjszaka, nem több lesz. És aki nyomon követi mondjuk a szír eseményeket, az látja, hogy hogy rendeződik át, és hogy rendeződik vissza szépen a közel-kelet, a távol-kelet is, hogy jön Kína egyre közelebb, hogy jön a Moszkva, hogy jön a NATO-hoz, most a NATO hogy vonul ki Törökországból, úgyhogy bevonul, de nem mégse, de és jönnek be az oroszok, és megkérdezik az oroszokat, hogy most bevonulhatok-e, és mit is csináljak. És amikor majd arra csodálkoztok rá 5 év múlva, hogy orosznak hívják majd a világ csendőrségét, akkor majd emlékezzetek erre a gondolatsorra, amit most elővezettem. Az egész világunk változik. Változás alatt állunk, változásban vagyunk, és ha hiszitek, ha nem, mi magunk is változunk. Ha tetszik ez, ha nem tetszik. Bővül a szemléletünk, mélyül a tudásunk, és ha akarjátok, ha nem, egyfajta bölcsesség lesz rajtunk úrrá, bizonyos nyugalommal. Ez a fórum ez azért születhetett meg éppen Kalocsán, mert a legutóbbi találkozó óta történtek olyan események, amelyek ebbe az irányba mutattak. És volt már találkozónk egy másik börtön közelébe, de mi hogy Kalocsán is van egy börtön. És ugye a női erőt kell képviselni, és itt női börtön van, ezért, és ugye a szoknyás forradalom is meg van hirdetve, ezért több szálon kapcsolódik most a P-körnek az itteni megnyilvánulása. Nem beszélve arról, hogy a családok évét éljük, és egy apropója is van annak, hogy Kalocsára lettünk vezérel. Volt egy másik helyszín, hozzáteszem, teljesen független ettől, de az is itt Kalocsától egy pár kilométerre volt, ami végül is téli estítés miatt nem került aztán számításba, már ugye a tél most egyelőre még várat magára, lehet, hogy az is megfelelt volna, de minden irány, vagy minden erő ebbe az irányba mutatott. És idehozott bennünket egy konkrét esemény, egy családi történet, ami mondhatnánk azt, hogy hétköznapi, mert hogy naponta tucatjával történnek családokkal, furcsa dolgok, borzasztó dolgok, aztán még borzasztóbbak, és nagyon ritkán történnek olyanok, amire a Facebookon azt mondaná a másik, hogy irigylem, mert hát így kellene egy családnak élni, ilyen nyugalomban, ilyen békében és ilyen szeretetben. Már örülnék, hogyha ezt tudnám olvasni egyre gyakrabban. És reményeim szerint, hogyha újra megtaláljuk az emberséget a szívünkben, lelkünkben, és ezt ki tudjuk sugározni a többiek felé, akkor bennük is felébred, és nem csak a vágy, hanem a konkrét cselekedet. És rájönnek arra is, hogy ez nem történik meg az összefogás és a szeretetben történő lét az ő részvételük nélkül. Tehát ez nagyon kemény, aktív munkát képvisel, odafigyelést a másikra, odafigyelést önmagunkra, és elkerülhetetlen közben a világ dolgainak való megértése, a szembesülés. Hogy szembesüljünk azzal, hogy milyen értékeket is képviselünk. Emil, nálad van a fölhívás? De lesz. Csak amíg ugye elcsendesülünk is, ide orientálódik mindenki. Tehát ez a mai összejövetel, délutáni programja, ez a családokra lesz jobban kihegyezve. Arra a társadalmi atomra, amit ugye így is neveznek, hogy a társadalom atomja, az alapegysége, amely nélkül nem lehet se társadalmat építeni, nem lehet nemzetről beszélni, és nem lehet aztán a nemzet nélkül mondjuk magyar népről sem beszélni. Tehát olyan fogalmi helyzetet, vagy olyan fogalmi válságot kell feloldani, megoldani, amelyben minnyájotokra számítunk, és minnyájotokra szükség is van, ezt sokan érzitek már. Sokan tisztában vagytok vele, hogy nélkületek megoldani a saját életeteket nem fogja tudni senki. Mindnyájan részesei vagytok ennek, ebben részt kell, hogy vegyetek. A mai délután erről is szól, sok mindenről lesz szó, nem csak egy családról lesz szó, hanem a nagy családról, mi magunkról lesz szó, és bármi másról, amit esetleg szóba hoztok.
És hogy ráhangolódjunk, ahogy ez a délelőtt folyamán is bekövetkezett, előtte egy kis zenei és ének hangot, női és férfi erők megregzegtetését prezentálnánk, hogy ráhangolódjatok arra, hogy mire is lehet számítani. Nagyon szépen köszönöm az itt léteteket, és várom az aktív együttműködéseteket. Kristóf. Korokat most némítsátok el, nehogy az előadás közben. Ez egy üzenet a magyar népemnek. Országok országa, törvény, tudás népe, napkelet, nyugat, kösz, a világnak fénye, nagy a te nemzete, nagy a te végzete, oly messze magasztos, hogy fel sem érheted, mint a magas mennyiség szíved mérhetetlen. Életed gyökere szent és érthetetlen, hegyek árnyas erdő, hős föld büszke népe. Ez a te végzeted, ősi öröksége. Erős, gazdag vár vagy, de az örök törvény, amit Isten rád rót, vállalnod kell önként, hogy beteljesüljön győzedelmes végzeted. Az Úr oltára te vagy, emeld fel a fejed. Az Úr oltára te vagy, emeld fel a fejed. Az Úr oltára te vagy,
fejek. Ráhangolódtunk? Most már jöhet a komolyabb. Bár ettől komolyabb nem kell, hogyha valaki érzi, hogy olyan frekvenciák uralkodnak itt, ami G5-tel nem mérhető. Sőt, lehet, hogy G6-tal sem. Már mondtam az asszonynak, hogy elhozom a szemüvegem. Mert... És akkor kérdezte, hogy miért nem vezetek. De mondom, a Csabin is láttam a szemüveget, és sokkal intelligensebbnek nézett ki. És jól áll, megdicsértelek, nem? Mondtam, hogy nagyon jól áll. Mindegy, leveszélt a szemüvegről, de... Mi vagy nem kaptátok meg több, nem kell, csak vicceltem. Nem viccelt. A feles meg amúgy se, tudjátok, hogy nem iszom. Tehát... Erika, köszönöm. Nem úgy vagyok már ezzel ott, hogy közelre már nem látok, messzere, meg még nem látok. Csak a végtelenbe is tovább. Na, többen nem kaptátok meg ezt a meghívó nyílt fórumra, nem jutott el hozzátok, csak a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz, ORFK, BRFK, meg a szokásos címlistán, aminek azért, hogy mondjam, hogy van egy kis előtörténete, mert hogy most ugye a P-kör keretén belül ülünk itt, és azért azt már egy pár alkalommal megtapasztalhattátok, hogy kezd kialakulni egy olyan erőtér, amely erőtérben mindnyájunknak van helye, aki a magyarságért komolyan tenni akar. Viszont nem lehet úgy tenni, és én óvaintettelek, mindenkit óvaintek már egy jó ideje, attól, hogy meggondolatlanul akarjon cselekedni. Ezt százszor is át kell gondolni, illetve százszor átgondolt és esetleg elhibázott döntéseket nem akarunk már újra megismételni. Olyan megszelektált, megszólt társaságokról beszélgetünk most, és olyan emberekről, akik bevonzódnak ebbe a körbe, akiknek már bizonyos értelemben múltja van. Akik tudják, hogy ez a pálya, ez csúszós pálya, nagyon nem egyszerű itt újat alkotni, illetve maradandót olyat alkotni, amelyet adott esetben lehet, hogy egy év múlva, két év múlva is még bátran és vállalható módon, akár egy egészen más nyílt fórumon, ahol lehet, hogy több ezer főhöz kell majd szólni, mer majd vállalni. Tehát olyan múlttal rendelkező embereknek kell ebbe a körbe már, vagy lehetőség szerint ebbe a körbe belekerülni, akiknek nincs se félnivalójuk, se vesztenivalójuk, és bátran vállalják, bármi lesz. És annak örülök, hogy ezt egyre többen azért kezditek érteni. Ugye nem vagyunk se politikai párt, semmiféle olyan mozgalom, amely bárkinek a babérjai a tör. Gyakorlatilag, mikor meghatároznánk, hogy mi is a célunk, akkor azt szoktam egyszerűen fogalmazni, hogy nekem minden. A minden. A mindenséggel mérd magad, ugye pontosabban. És hogy ebbe a mindenségbe mi fér bele, gyakorlatilag minden belefér, ez a P-kör. Talán, hogy beszédesen, tehát hogy ebbe aztán minden belefér. Na, én évek óta azt a stratégiát űzöm, hajtom, hogy nincsen titok. Ha valaki most találkozott a úgynevezett munkásságommal, ez a munkásságom, ez nagyon érdekes kérdés, de az interneten, amíg az internet működik, már szerintem az ötödik honlapomat nyüstöljük nagyjából, mert annyi tárhely telt be. Gyakorlatilag az elmúlt 10 évem alatt minden másodpercemmel el tudok számolni, minden tevékenységemmel, ami a közügyeket és akár magánügyet is illeti, be tudok számolni. Régi stratégiám az, hogy én a hivatalokkal, mert ugye a hivatalokkal találod magad szembe, amikor ebben a társadalmi létformában próbálsz emberileg kifejlődni, és megnyilatkozni, akkor ezek a hivatalok azok, amelyek a szárnyadból csapkodják lefelé azokat a még pihés tollakat, vagy már, és tesznek repképtelennél, hogy nehogy már azt itt, hogy neked áll a zászló, vagy hogy fenékig tejj föl. Nem. És azt a stratégiát követtem, hogy mi vagy nincs titok, ezért ha valamit én el szeretnék érni, akkor ezt a nincs titok hatást, ezt szeretném elérni, mégpedig a titkos szolgálatokkal kapcsolatban. És azt tudjátok, hogy ők gyakorlatilag dirigálnak bennünket, vagy rajtuk keresztül dirigálnak bennünket,
olyan erők, amelyeket megnevezni is nagyon nehéz. Mert hogy szinte arca sincs, itt emlegetnek Rothschildot, Rockefellert, meg egyebeket, de hát ennek lehet, hogy a felese igaz mára. Tehát megfoghatatlan erőkkel kell szembenéznünk, és ezt a megfoghatatlan erőt ezt úgy tudjuk megfogni, hogy tetemre hívjuk őket. És azt szoktam elkövetni, hogyha van valami bűncselekménnyel, vagy bűncselekmény gyanújával kapcsolatos ügy, ami a tudomásomra jut, akkor nekem kutya kötelességem, hogy ezt a tudást ezt megosszam veletek is, erre való a honlap, a postaimre honlap, meg erre való az e-mail cím. Ennek majd még később lesz szerepe, mert ebben dolgotok lenne, mindenkinek dolga lenne, nem nagy munka, ne izguljatok, viszont annál hatásosabb lehet. És a kigyűjtött e-mail címekre, listákra elküldök olyan tájékoztatókat, amelyet én fontosnak tartok, adott esetben nemzetbiztonsági kérdéseket feszeget. Ezt aki ugye régebbi postaimre olvasó, az pontosan tudja, hogy hogyan szoktam én ezt elkövetni. Teljesen nyíltan, őszintén, vállalva azt, hogy az ellenséget néven nevezem, a bírókat adott esetben nem bírónak, hanem zsidónak. Nem, én nem tudom eldönteni, hogy ő az-e vagy nem, az én nem tudom. Majd az ő dolga, hogy eldöntse, hogy most hova tartozik. Nyilvánvalóan most, amikor az ország nyílt foglalása már nem is kérdés igazából, a főváros Karácsony Hanuka Gergely neve alatt ugye megint csak elbukott, a nemzetietlen erők ugye a Fidesz címszó alatt, mert ugye ők is cionisták, csak hát ők ugye nemzetinek mondják magukat, meg vannak a nem cionisták, akik megint csak cionisták, de ők a gyurcsányista, MSZP-s. Tehát nagyon érdekes ez a kérdés, szerintem ne is bonyolódjunk bele. És én nyílt följelentésekkel tudatom velük, hogy mi a szándékom, mit fogok cselekedni, és úgy néz ki, hogy egyre többen ezzel egyet is értenek, és elkezdik érteni azt is, hogy vállalniuk kell nekik is ezt a fajta megmérettetést. És örülök, hogy egyfajta erőtér kezdett kialakulni, aki ezt föl is vállalja. Úgy keveredtünk ide most is, hogy volt egy esemény, egy kiváltó esemény, amely megerősítette azt, hogy Kalocsára tegyük a következő fórumot. Ugye előzőleg be is volt már egy-két fórum, és akkor elhangzott az, hogy miért ilyen messze, mert valakinek ugye a messze, valakinek a messze az nagyon közel van, attól függ, hogy hol éli az életét. De úgy látom, hogy azért itt is van itt Debrecenből és sok más helyről is, tehát itt a közelből jöttek el olyan emberek, akik már évek óta egyébként küzdenek azért, hogy itt valami helyzet normalizálódás kezdődjön el, és a délelőtti oktatással kapcsolatban ugye nagyon fontos megállapítások hangoztak el a közigazgatást érintő kérdésekben is, a bíróságokat hogyan kellene, az ügyészséget hogyan kellene nekünk kezelni. Nem ők hogyan kezeljenek bennünket, nekünk hogyan kellene ezt a helyzetet kezelni. Volt egy kiváltó esemény, és ezt a meghívó nyílt fórumra címszó alatt összefoglaltam, aztán a kis csapattal a Picker belső magjával egyeztetve, kicsit átfogalmazva, elküldtem az összes általam ismert rendőrségi, bírósági, ügyészségi szervezetnek, meghívva ebben az érintett, vagy ügyben érintett személyeket is, hogy egyeztessük már közös álláspontunkat, és találkozzunk már, mint ember az emberrel, nem mint hivatalos személy az ügyben, nem is tudom, alávetett intézkedés alá vont személlyel kapcsolatban, hanem úgy, mint ember az emberrel. Mert ha ez nem történik meg, akkor nem tudunk rendet teremteni addig, legalábbis békésen nem. Én hozzáteszem, hogy nem vagyok annyira ellene annak, hogy ez békétlenül menjen. Tehát nekem már semmi akadályom nem lenne egy pár úgynevezett rendőrnek a megrendszabályozásába, vagy ügyésznek, vagy végrehajtónak adott esetben a megrendszabályozásába. Nekem semmiféle erkölcsi aggályom nincs már ezzel kapcsolatban, ők lemondtak az emberi mi voltukról, a jogukról, nem keresik velünk a kapcsolatot, a lehetőséget. Nyilvánvaló, mi megtettünk mindent, én úgy gondolom, úgy érzem, bizonyítékaim ma erre vannak, mennem már nincs ilyen erkölcsi aggály. De miattatok értetek, még képes voltam a levelet is egy kicsit puhábra fogalmazni, azért, hogy nehogy úgy érezze magát egy-két ügyintéző, hogy most ő meg van fenyegetve. Jó, jól pedig de.
Pedig de nem fenyegetéssel, én nem fenyegetni szoktam, hanem elég erősen fölhívom a figyelmüket a cselekedeteik várható következményeire, és ez már évek óta. Nos, akkor íme a meghívó nyílt fórumra. Kalocsa 2019, 10-19, 14-től 19 óráig, Szent Imre utca 9. Nemrégiben kaptam egy levelet, melynek tartalma mélyen elgondolkodtatott. Sima levél. Kedves Imre, felkavart az Alanti eset olvasása. Géczi Gábor vonaláról értesültem róla. Ha gondolod, tedd ki. Én szeretném, ha többen látnák. És akkor itt jön a válasz ide, Vir Ágika. Sziasztok! Pár hete megszületett otthon a kisfiunk, a faluban, Dusnok. Elkezdődtek a pletykák, hogy akkor biztos nem lett anya könyvesztetve, mert otthon született. Családok éve van, csak mondom. A jegyzőnek és a védőnőnek ezt lejelentették. A védőnő utána nézett, és még terhes gondozáson sem jártunk. Amúgy semmilyen állami támogatást nem kértünk soha sehol. Ez lehet, hogy hiba volt. Hát, a kisebbséghez tartozók, ez van annyi joga. És a továbbiakban sem akarunk semmilyen jest, családi pótlékot felvenni, ugyanis szabad embernek szültük a gyermekünket. A jegyző elkezdte küldözgetni a családsegítőt, hogy menjünk be anyakönyvesztetni, ez csak egy papír. Mi azért tudjuk, hogy itt nem csak erről van szó, hanem hogy lemondtunk a gyermekünkről, és átruházzuk a tulajdonjogot Magyarországnak. Ugye a délelőtti program ez már az UCC-s olvasatában történt, tehát úgy lehet ezt értelmezni igazából. Emberként szeretnénk eljárni az ügyben, de azt csak az UCC alapján tudjuk megtenni, amiben sokat segít nekünk Kázoli is. NAV-val kapcsolatban volt már egy sikeres jogérvényesítésünk, de ez most ugye egészen más ügy. Hétfőn a jegyző kiküldött egy idézést, hogy másnap kötelez, hogy azonnal jelenjünk meg és anyakönyvezzük a babát. Mi arra azonnal küldtünk egy válaszlevelet, ő amikor a szerdán megkapta a reagálást, hogy a helyi körzetből két rendőr ki is küldte hozzánk. Csütörtökön, mert ugye ez a természetes, hogy akkor a rendőrcsicska jön, mintha bűnöző lenne az ember. Hozzáteszem, hogy hozzám sokszor jártak ki rendőrök átadni a kézbesítést, vagy azért, hogy értem jöjjenek. De ezt nyilván, aki régi olvasom, azt tudja, tisztában vele. Csütörtökön a védőnőt és a családsegítőt küldte, meg egy esetkocsival fenyegetőztek, hogy eljönnek megvizsgálni a babát, mert szerintük itt kiskorú veszélyeztetése áll fenn, mivel senki nem látta a babát, azaz orvos. Hiába mondtuk, hogy látta, de nekünk nem kell erről papír. Ma délelőtti órákban pedig kiküldött két gyámügyest, és vagy 10 rendőr, meg ki tudja még kiket. Jöttek vagy 5 autóval. Aztán végre a jegyző is megérkezett, aki kijelentette, hogy az én levelemre, amiben leírtam, hogy Magyarország cégként van bejegyezve az USA-ban, és a hivatalom, amiben dolgozik, már régóta törvénytelenül működik, azt válaszolta, hogy nem tudja cáfolni a levelemet, mert nem tud erre mit írni, nem is akar. És ennyi. Neki nem kell eleget tenni nekünk. Mi az UCC szerint védtük magunkat, amivel ők nem igazán foglalkoztak, de még csak nem is igazolta magát egyik személy sem. Kényszerítés hatására beengedtük a két mentőápolót, hogy megvizsgálja a babát, mert csak annyit akarnak, csak arról akarnak meggyőződni, hogy a baba jól van-e. Ez megtörtént, és ők el is mondták, hogy megvizsgálták, minden rendben a babával. Akkor mondtuk nekik, hogy nem vádolnak semmivel, mert ez nem vád, hogy kiskorú veszélyeztetésért, és főleg úgy, hogy bebizonyosodott, hogy jól van, akkor mi bemegyünk a házba, és menjenek el. Ekkor a férjem be akarta csukni az ajtót, az utcai ajtót, és az egyik rendőr megelégelte, az szerinte időhúzás, és azt mondta, ebből elég, ráverte a férjemre az ajtót, betörtek, és azonnal a földre kényszerítették, és már rajta is volt a bilincs. Én be akartam jönni a házba, de engem is lefogtak, szó szerint rerángatták rólam a köntöst, hálóinget, és csak azt kiabálták, hogy viszik a babát. Ugye? Ez ma úgynevezett Magyarország.
A családok éve, amikor plakátokon hirdetik a állapotos anyukával, rajzokkal, minden, hogy vegyél fel csókot. És szüljél Magyarországnak magyar gyereket. Így van. Anyukám bent volt a házban a babával, és a szobában lévő ajtót bezárta, ami nagyon nem tetszett nekik, és folyamatosan fenyegetőztek. Ezután azt mondták, hogy elvisznek minket a kalocsai kórházba, hogy megvizsgálják a babát, és beoltsák. Valameddig el tudtuk húzni az időt, és végig az UCC-t hangoztattuk, de igazából annyian voltak, és csak a megfélemlítésünk volt a cél, hogy nem is foglalkoztak semmivel, nekik nem kellett magukat igazolni. A lényeg, hogy kényszerítés hatására elvittek, be kellett ülnem a mentőautóba, amikor már férjemet rég elszállították a kalocsai rendőrséget. Először a kórházba, hogy mossák magukat, ugye? Semmi baja nem történt. Mivel a férjem semmit nem írt ott alá, így azt mondták, hogy körülbelül tűnjön a francba. Hozzáteszem, hogy amikor egyszer elvittek a rendőrök, ilyen Hanuka környékén, egy feljelentésemmel kapcsolatban, éjszaka, éjfélkor jöttek, akkor mire odaértünk a Ferihegyi repülőtérre, két kocsival jöttek ki, addigra már a rendőr tiszt mosakodott, hogy ő le akar szerelni, és le fog szerelni, de azért ugye engem még most még megvizitálnak, megvizik. Én mondjuk nekik is megígértem, hogy ennek a dolognak vége lesz, akkor nehogy azt higgyék, hogy megússzák. És ugyanennek már jó néhány éve, de szerintem túlélem őket, és nem fogják megúszni. Mi addig a kórházban voltunk, ahol egy kedves doktornő megvizsgálta a babát, mindent rendben talált, és azt mondta, nem fogja felvenni, mivel jó van és nincs kiemelve a családból. Menjünk haza! De a gyámügyesek tovább fenyegetőztek, hogy küldik majd az idézést, mire kötelesek vagyunk megjelenni, és ha nem, akkor megint jönnek a rendőrökkel. Úgy gondoljuk, hogy az anyakönyvvezetést nem vagyunk kötelesek aláírni, nem kényszeríthetnek semmire, ha mi nem akarjuk. Ha tud valaki ebben segíteni, annak nagyon örülnénk. Van valakinek valami ötlete, mit tudunk még lépni az UCC-n kívül is? Nagyon köszönöm. Áldás nektek. Na eddig a levél. Ezt megfuttattam a honlapon. Azért ismerjétek el, hogy jó, hétköznapi az ügy, de mégse. Tehát nem csak az, hogy otthon szülés, most azt lehet, hogy többen nem tudjátok rólunk, vagy rólam, de nem én követtem el, az asszony követte el, csak úgy mondom, csak érintve vagyok benne, hogy a három gyerekből kettő nálunk is otthon született. Tehát én átéltem ezt, ugyanakkor nem jöttek a védőnök, meg a rendőrök, ez ugye 10 évvel ezelőtt volt, tehát a kisebb fiam is 13 éves, a nagyobb lányom pedig 19, tehát ez nem most történt, de én át tudom élni azt a gondolatsort, ahol egy nő frissen világra hozott babával ott van, és jönnek a rendőrök, és látja, hogy a férjét, és tehát nem normális a helyzet, és nem megérteni akarják, megértetni akarják, hanem erőszakot alkalmazni. Hogy hozzáteszem, hogy magyar családról beszélgetünk. Tehát nem kisebbségről beszélgetünk, ahol egyébként azt se tudják, hogy kinek a gyereke kitől született, és hogy hol születik, vagy hol nem születik, annak kutyát nem érdekli onnantól kezdve, hogy be van-e jegyezve, le van-e oltva, milyen migránsok jönnek be, ki honnan, Tel Avivból, útlevéllel, magyar papírossal, magyarul meg nem szólal, a kutyát nem érdekli. Itt pedig magyar családról beszélgettünk, egy kis magyar faluból, ahol elvileg mindenki ismer mindenkit. Ha valakit esetleg Rákosi időszakára emlékeztet a dolog, akkor nem csodálkoznék rajta. Hozzáteszem, nem is lenne semmi baj, hogyha ezt magyar emberek követnék el bűnözőkkel szemben. Magyar rendőrség lépne föl bűnözőkkel szemben. Én hezitálás nélkül törném rá az ajtót a bűnözőre. A bűnözőre. És gondolkozás nélkül lőném ott helybe, bírósági tárgyalás nélkül. A bűnözőt. Aki bizonyítottan, igazoltan, akár több rendben és nem véletlenül elkövetett bűncselekmények kapcsán menthetetlen. Nekem nem lenne ezzel már gondom. Itt viszont egy ártatlan magyar családról beszélgetünk, ahol elsőszülött gyerekről van szó. Azért gondoljátok végig. Ez egy trauma. Ez egy trauma. És innentől kezdve mi lesz a kilakoltatásom, amikor egy vagonyi rendőr jön, és nem tehetsz semmit, hivatkozhatsz bármilyen, mert nem érdekli. És majd mindjárt olvasom, hogy mi a folytatás, mit írtam én hozzá, mit írtam a hatóságnak.
De én üzenem a hatóságnak, hogy úgynevezett hatóságnak, engem se érdekelnek. Tehát nem érdekel már. Nekem fölöttem ő nem hatóság. Persze lehet játszani, lehet. Vagyunk már egyre többen, aki ezen már túl. No, és akkor ezt a levelet én szétküldtem, és mellékeltem egy meghívót is, mert hogy ez egy meghívó nyílt fórumra, hogy akkor beszélgessünk nyíltan őszintén a közhatalomról és a közhatalomban pozíciót betöltőkkel, arról, hogy mi is az ember, és hogyan kellene ezt a ügyet, nem csak ezt az ügyet, a több ügyeket is kezelni. Ezt írtam hozzá. Napi szinten sok-sok magyar családot érintő, visszatetszéskeltő, visszaélés sejtető esetről értesülünk, és eljött az ideje, hogy összefogjunk azokkal, akik lehet, hogy a hivatalok rejtekében pontosan tudják, hogy cselekedeteik helytelenek, de segítséget nem kapnak feladataik emberséges megoldásához. Segíteni szeretnék. Mi? Nekik. Nem mi vagyunk bajba. Ők. Az érintett családot megkerestük, és tekintettel a társadalmi rezonanciára és a hivatali működés titkos és nyílt, sokszor az emberi alapjogokat is sérteni látszó tevékenységére úgy véltük, teszünk egy kísérletet arra, hogy normalizáljuk a helyzetet és az érintett hivatalok mellett a közigazgatás hierarchiában helytálló, gyakran jószándékú, de gyakran félretájékoztatott, néha család és nemzetellenesnek tűnő megoldásokat alkalmazó többi hivatalos szerv képviselőinek is felajánljuk ezt a lehetőséget. Értitek, vagy olvassam még egyszer? Fórum, de lehet, hogy továbbképzés is a rendőrnek, védőnőnek, jegyzőnek, hogy emberségből, empátiából és akár még jogi kérdésekből is megvilágíthassuk azt a nézőpontot, ahonnan mi közelítjük meg a káoszba, szemétbe és embertelenségbe zuhanó, háborúskodó világot. Tesszük ezt magyar nemzeti lelkülettel, elhivatottan, önköltségen és nem közpénzből, ahogy a hivatalos szervek idézőjelbe, fizetett zsoldosai teszik. Gyakran nyilvánvalóan idegen értekeket képviselve, nyíltan hazaáruló módon és bűncselekményeket elkövetve. Ez a puhított változat egyébként. De ez most nem tetemre hívás. Még. Nem népi bíróság, mely helyben ítél és ott végre is hajt, hanem egy társadalmi megértést, magyar nemzeti tudatot építő fórum, hogy jobban megismerhessük egymás álláspontját, és ne mélyítsük a fokozódó ellentéteket, melynek következményeit a történelem idézel lázadás, forradalom, szabadságharc szavakkal szokta utólag illetni. Önöket fizetik azért, hogy erőszakot gyakoroljanak. Mi fizetés nélkül is lassan készen vagyunk erre. Nem kellene túlfeszíteni a húrt. Elpattan. A fórumon arról részvétel nem kötelező, de kilátásban van, hogy a krónikusan együtt nem működő, idézőjel hivatalos személyek felkeresésre kerülnek. Érezzék a gondoskodást és a felelősséget ők maguk és családjuk is, hogy szem előtt vannak. Figyelünk rájuk. A rendőrök részvételére mindenképpen számítunk, nem éri önöket bántódás, ne féljenek. Látjátok? Nem is félnek, nincsenek itt. Beszari banda. Nevesíteni nem akarunk egyelőre senkit, csak a címzettek lesznek hivatalból csatolva. Kérem, hogy tekintsék hazafias kötelességnek a fórumon való részvételt, mielőtt elfajul a helyzet, és valaki megsérül. Ezt precedensnek tekintjük, és nem egyetlen esetre kiterjesztve országos és gúnyhatáron túli tematikája lehet rendezni nemzeti alapértékeink, a család, szeretet, béke, pont, Isten, haza és bölcsesség kérdéseit. Ez valami kezdet. Kérem, kérdéseit, legyenek együttműködőek, és nem esik bántódásuk. Ez már kettő. Megjegyzés.
Némi megértésre appellálva az erkölcsre, és nem a jogra, idézőjelbe, és a Szent Korona jogrendre kicsit nagyobb figyelmet is fordíthatnám. Aztán jön két idézet. Orbán Viktor a finn kormányfővel, Antti Rinével tartott közös sajtótájékoztatóján azt mondta, nem jogi, hanem becsületbeli kérdés Magyarországon a jogállamiság, ezért ebben az ügyben óvaink mindenkit a fejmosástól. Nem tudom, kinek kell a fejmosás, tetve zsidó. Idézőjel, amikor kérdőre vonnak bennünket, vagy megkérdőjelezik a magyar jogállamiságot, akkor belelépnek a becsületünkbe, és javaslom, ezt jól fontolják meg. Nem tudom, neki szabad? Bármelyikünknek nem szabad, egy magyar családnak a becsületébe belegázolhatnak, rendőröket uszítanak rá, törhetnek be a házába. Értitek ti, hogy miről van szó, és ezt mi engedjük és hagyjuk, akkor mi se vagyunk különbek. És csodálkozunk, hogy kitépik a szívünket, kitépik a gyökereinket. És magyar emberek, hozzáteszem, tehát magyar emberek azok a rendőrök, akik oda jönnek. Magyar emberek, ők megesküdnének rá, hogy magyar emberként teszik ezt. Áder János köztársasági elnök beszéde a Szent Korona és a koronázási jelvények története és szerepe 20. században című konferencián az Országház felsőházi termében. A magyar hagyományban nagyon régi a meggyőződés, hogy a Szent Korona sokkal több, mint egy díszes ötvös munka. Jogforrás, jelkép, erekje. És fel is próbáltam. Jogforrás. Köszönjük, hogy figyelmükkel megtiszteltek, egyre többen odafigyelünk mi is önökre. Szigetszent Miklós, 2019. 10. hó 15-e. Posta Imre, Varga Ákos, Kovács Áron Dezső, Farkas Csaba János, Salátaján, Ferencini Andrus elnöke, Lőrinc Tibor, Lőrinc Éva, Píker, Magyarok Felős Nemzeti Kormány. Ez ment ki több száz címre, titkosszolgálatok, rendőrség, a kalocsai közhivatalok, akik ebben az ügyben eljártak, érintettek névre. Én választ senkitől nem kaptam ezzel kapcsolatban. PORFK, BRFK, bejelentettem, kértem, hogy biztosítsák a helyszínt, úgy látom biztosítják is, tehát bennünket most itt bántalom, nem érhet. Mi a magyar nemzet érdekében járunk el, van, aki a külső határainkat védi, mi a belső határainkat védjük, és próbáljuk a 5. hadoszlop beszervezett belső blokkolást biztosítani, hogy a nemzeti öntudat ne tudja népredni elemeinek a kigyomlálását, ugye végezgetjük itt elég nagy szorgalommal, és szerintem egyre nagyobb megértéssel. Én úgy látom, hogy ebben az üzenetben nem volt politikai felütés. Nem, tökéletes politikai fogalmazás. Én nem kívántam, ez a módosított verzió, az eredeti egy olyan kicsit Posta Imrése volt, aki ismeri a stílusomat, az annak mondjuk, de ezzel nem mutatnálak benneteket, tehát ott azért én erősebb nyomatékosító jelzőkkel szoktam díszesebben megfogalmazni a nemzeti hovatartozását azoknak, akik itt magyarként próbálnak velünk, nem is tudom, kekeckedni. Tehát, hogy elég volt ebből. Ez ment ki, annyi válasz jött, hogy tegnap jött egy levél, amelyben az egyik érintett eljárásban érintett személy jelezte, hogy ő kizárását kérte, és ki is zárták az ügynek az intézéséből. Nem hajlandó, nem akar, nem is tud, és mindenféleképpen nem akarom felolvasni a levelet, mert ez már magánjogi kérdés, már ugye tudjuk, hogy itt a magánjognak egyébként nincs helye. Ha kell, akkor azt természetesen megosztjuk, tehát nincs ezzel semmi gond. Most ezt nem tartom helyénvalónak, hogy én személyes kérdésbe menjek bele. A lényeg az, hogy az illető az úgy néz ki, hogy finoman szólva is, hogy értse a köznép is, mert arra kértek, hogy beszéljek közérthetően, beszart. Így van, köszönöm. És nem az volt feltétlenül a célom, én nem szedem el, akkor büdös van. De, és ugye a bűzt már érezzük. De én szeretném, hogyha elkezdenének úgy komolyabban rettegni azoknak, akik nem képesek szeretetelvé szerint működni, azok egyre jobban félni fognak, majd figyeljétek meg. És észre fogjátok venni, hogy van, akit ez az összerendező erő, ami most itt indul, ami éled, ami gerjed, ez egészé tesz. Aki pedig nem tud egészé lenni, az pedig félember marad.
Tehát a fél az egyre jobban félni fog, az egész pedig egyre inkább ki fog egészülni, és ahogy látom, itt ahogy tapasztalom, érzékelem veletek kapcsolatban is, én az egészséget érzem. Jó, a köhögés az elmúlik, az a kémtréltől van, azzal nem tudok mit csinálni, de a strepsils, ne, azt nem javaslom a strepsils, tehát mézes cukorka, kis folyadék. Na, nagyjából ennyi a felvezetés, és a következő, nem tudom, ezzel egyet tudunk-e érteni most, hogy itt vagytok mindnyájan. Tehát amit megfogalmaztam itt gyakorlatilag a szűkebb kör keretén belül, hogy én hogy látom ezt a helyzetet, és mit szeretnék. Én nem azt szeretném, hogy mélyüljön ez a gödör, hogy elszakadjunk egymástól. Így is arról beszélgetünk, hogy a magyar társadalom eleve nagyon nehezen definiálható. Most láttok egy háborús, de minimum egy polgárháborús szituáció kialakulását Budapest és vonzás körzetében. Karácsony, Hanuka, Gergőt azért választották meg, paradox módon, hogy ez egyre nyilvánvalóbb legyen. Van egy folyamat, amely a szétválasztást fogja elősegíteni, és ez a folyamat egyre inkább az arcunkba tolása annak a ténynek, hogy el vagyunk foglalva. Hogy nem vagyunk se szabad, se független nemzetállam, mint ahogy ezt Orbán Viktor ugye orba szájba hirdeti. Most mondjuk lehet, hogy kint Türkménisztán van. Vagy éppen ugye a türk népekkel való együttműködést ragozva, úgyhogy körülbelül fél Izrael már lassan áttelepült Magyarországra, mint türk népi eredetű, nem tudom, hogy micsodák. Tehát nagyon érdekes folyamatok kellős közepébe vagyunk, amit én most nem bontanék ki legalábbis a beszélgetés ezen a fázisában, hanem megkérném az érintett családot, hogy ha nincsen ellenetekre, már hozzáteszem, ugye megy minden videóra, és én hangoztatni szeretném, hogy nem kiélezni akarom a helyzetet. Csak szeretném közölni a hivatalokkal és a nevetekben. Itt nem tudom, majd egy számmisztikát azért eszközöljünk, de én itt legalább 100 fő, de inkább többet látok most itt összegyűlve. Tehát alig férünk el így a terembe, és át kellett rendezni a teremben, nem, egyszerűen nem férünk, és nincs annyi ülőhely, hogy be tudjunk férni. Ez azért már egy meglehetős létszám, felülmúlta, hozzáteszem az elképzeléseimet is, hogy ennyien összejövünk. De lehet, hogy a következőre már egy 5-600 fővel tudunk lenni, ha egyre többen fogják fel ennek az erőnek a súlyát, ami most képződik. Tehát én nem az érintett családra és a problematikára akarnám kihegyezni a hangsúlyt, viszont szeretném, hogyha megszólalnának ők is, az érintettek, mindenképpen elmondanák a saját meglátásaikat, és látnátok, a saját szemetekkel látnátok, hogy egy ártatlan, fiatal családról beszélgetünk, aki így indul az életbe el, csak azért, mert hogy jó magyar akar lenni, és azért, mert hogy nem bízhat, mert ez már korai tapasztalat, nem bízhat meg abban a rendszerben, amelyet lehet, hogy még nem meggyőződése, lehet, hogy már igen, nem tudom, hogy nem az érdekeit szolgálja. Erről nem ők tehetnek. A hivataloknak kellene mindent megtenni azért, hogy meggyőző bizonyítékokkal szolgáljon, hogy az érdekeinket képviseli, hisz az adónk forintjainkból, az adónkból mi tartjuk el őket. És nem ez történik. Úgyhogy István, nem tudom, merre vagytok. Egy bemutatkozást szívesen meghallgatnánk, és röviden beszélhetnétek egy kicsit a hős család. Röviden beszélgettünk, de már ugye egy ideje a célkeresztbe vagytok, mert ugye hívogattak itt már, ugye leszerveződött ez a dolog. Tehát itt is nyomatékosítani szeretném, hogy nem mélyíteni akarunk lövészárkokat. Nem a jegyző ellen akarunk mi eljárni, bár hozzáteszem, hogy szívem szerint már régen eljártam volna, és én nem a rendőröket küldeném rá. De ezt ne vegye fenyegetésnek, ez csak egy jövőbeli ígéret, hogyha nem sikerül megoldani békésen is nem csak ezt a helyzetet, hanem úgy ámblok, már így kezelik a dolgokat, akkor körülbelül ilyen immunreakcióra számíthatnak. Én átadom a mikrofont, és nagyon aranyos.
Átadom a mikrofont, és amennyi jó esik, annyit mondotok, ha már úgy érzitek, hogy eleget beszéltetek, akkor pedig jelzitek, és én kivonulnék a képből, tiétek a plac. Köszöntetek benneteket, nagyon bátrak vagytok egyébként, tehát duplán is. Azért ez nem semmi, amit vállaltak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Hát nem is tudjuk, hogy mit mondjunk, mert szinte már mindent elmondtál, ami úgy lényeges lenne. Hát azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy egyszerűen tényleg erről van szó, hogy ha be tudják bizonyítani azt, hogy ők milyen hatóság által járnak el, és hogy hová szeretnék a mi gyermekünket anyakönyvezni, akkor oké. Akkor rendben, nem vagyunk semmi jónak az elrontója, de ameddig nem tudják ezt bizonyítani, addig semmi keresni valójuk. Már hogy ugye hova jegyzik be? Már ugye hova jegyzik be? Tehát, hogy Magyarországba, vagy New Yorkba, vagy az USA-ba, vagy hova egyáltalán? Hogy... Na, tehát, hogy erre írjon már egy levelet. Meg úgy gondoljuk azért most akárhogy is, hogy ha kapunk egy levelet, és mi válaszoltunk rá, ez lenne a minimum, hogy válaszoljon érdemben, vagy bárhogyan, azért valami jelzést kapjunk vissza. Na most így... Hát jó, hogyha nem válaszol, akkor ezt mondtuk is neki, akkor elismeri. Akkor miért küld rendőrt, miért jön rendőrrel, akkor ne jöjjön, akkor... Üljön a babérén, és akkor kész, ennyi. Igen. Elismerte, hogy igazunk van, nem tudta cáfolni. Ez most volt. Akkor nincs tovább. Igen. Kérdezhetek? Persze. Lehet, hogy akkor könnyebben vagy perzésekben. Milyen érzés volt nektek, amikor rendőrrel jöttek ellenetek? Mondjuk, amikor hogy anyuka meglátja, hogy ott állnak több autóval, és eddig ugye nem nagyon akartak szóba, és egyből ugye ajtóbetörés, benyomás, leteperés, azért nem egy hagyományos eljárás, csak azért, mert van egy újszülött a családban. Hát ugye először még csak kettő rendőr jött, az egyik az ismerős is, a Dusoki. Hát... Nyúl? Nem. Egér? Egy hölgy. És hát az még nem volt annyira durva, meg ők nem is úgy jöttek. Valábbis elbeszélgettünk kedvesen. Az még nem volt, aztán utána, amikor jött a családsegítő, meg a védőnő folyamatosan riogatni, meg minden nap a csöngőtől kellett így tartani, hogy most már megint ki van. Itt, és akkor, amikor meg pénteken meg beállítottak, és jött be anyom, hogy itt vannak 5 vagy 6 vagy 10 autóval, tehát, hogy egy csomó tanút hoztak meg nem is tudom kiket. Hát az úgy elég durva volt, és hogy főleg a rendőrök beszéltek. Nem tudom, megszámoltátok hány autóval most kint a parkolóban itt? Nem. Majd azért javaslom, hogy számoljátok meg. Mert lehet, hogy relatív lesz az a 5 vagy 10 autó, szerintem itt van, vagy 50 autó most. Tehát úgy néz ki, mintha mi lennénk most a többen, nem? Menjünk a rendőrségre akkor? Most már azért, mert többen vagyunk, ez feljogosít bennünket arra, hogy benyomuljunk? Hát a dolognak a logikája alapján. Milyen lenyomva lenni bilincsben? Ó, nagyon szuper. Mit követtél el? Semmit. És az az érdekes, ők is elmondták, hogy jó, én csak akadályoztam az ő munkájukat, és akkor ott tartottak egy órán keresztül a földön, nem kelhetek fel semmit, kértem, hogy vegyék le a bilincset, ja, nem vehetik le a bilincset, mert ha már rám rakták, akkor ők nem vehetik le csak úgyhogy mehetünk a kórházba, hogy igazolják magukat, hogy nem tettek bennem semmi kárt. És akkor
bilincsbe verve kellett elmenni a kórházban is, és még ott is rajta tartották, aztán ott nagy nehezen megengedték, hogy amíg átmegyünk a rendőrségre, akkor levették, gondolták, hogy most már tényleg nem fogok semmi rosszat tenni, vagy ellenállni. Van ilyen a bankban, hogyha szoktatok volt járni, vagy postára, vagy egy nagyobb pénzösszeg forgalom, akkor ki szokott írva lenni, hogy a trezor az időzáras. Tehát, hogyha egyszer be van csukva, az nem lehet kinyitni. Tehát lehet, hogy van ilyen új bilincse a rendőrségnek, hogyha egyszer rá van zárva, akkor a félreteszi, ez most 2,5 óráig rajta maradt, ha akarja, ha nem. Tehát vagy le lehet flexelni. És mit gondoltatok utána, amikor ez megtörtént, és újra otthon vagytok békés, úgymond békésen? Most hogy alszotok? Csengőfrász van még? Persze, hát mindig így van, mindig egyszerűen rettegünk persze, hogy éppen most ki csengett, vagy ki jött, vagy hogy miért ugat a kutya. Most szerintem nem normális dolog ez. Eszetekbe jutott, hogy a gyermeketeket, az újszülöttet, nyilván amiért vagytok, meg együtt vagytok, hogy azt elvehetik tőletek ezek után? Hát igen. Úgy se lett volna, azt mondod, hogy nem. Hát minden verzió azért átfutott az agyunkon, hogy... Hát, hogy hogyan is tovább, vagy hogy most mit, mert nem is tudom. Sokan mondják, ugye, ez csak egy papír, jól van, hát ez csak egy papír, nyugodtan, most bementek így utólag is, így. Megnyugtatlak, hogy én évekig jártam úgy az ügyészségre, hogy volt, hogy rendőrök hozták ki a meghívót, és éppen volt, hogy fát hasogattam is. És most nem azért mondom, de elég jó kondiba is vagyok, és vittem a fejszét is. Nem tudtam, hogy ők jöttek, de lehet, hogy megéreztem. Hát ott találták magukat Arnold Schwarzenegger miniatűr változatával fejszével, és a Nemzeti Nyomozóirodától jött ki két tiszt, azért, hogy átadja a meghívót, hogy menjek a Nemzeti Nyomozóirodának a másnapra, kihallgatásra. És a párom mindig úgy engedett el, hogy valakit vigyek magammal, hogyha ott lefognának, akkor legalább tudjon hírt adni, mert akkor ugye telefon lekapcsolja, tudjon hírt adni, hogy mi történt, nem jöttek ki, nem engedtek ki. De az elmúlt 10 év alatt volt jó néhány ilyen precedens. Hozzáteszem, hogy hozzá lehet szokni, bár én ezt nem kívánnám, csak az ellenségeimnek se. Nem azt mondtam, hogy szokjatok hozzá. Mit üzennél azoknak, akik mit vársz tőlük, hogy bánjanak veletek? Mit szeretnétek? Hát, hogy nézzenek már így a magukba, vagy a szívükbe, hogy ez így való, hogy azért akkor voltunk, nem tudom, 2-3 hetesek, hogy még otthon a nagy eufóriába, hogy ezt így kell elbánni, csak azért... Ő is megszólal. Így kell elbánni azért, mert nincs egy papírunk. Hozzáteszem, hogy nagyon sokan aláírtak bizonyos papírokat, amiket aláírattak úgymond kényszer hatása alatt, és ennek a következménye mondjuk 5-6-10 év Mánenki robot és recskés egyéb lett a következménye. Tehát nagyjából ennyi. Nem baj. Igen. Nem baj. Igen. A magyar hang. Tessék szokni, ugye azt mondják, hogy szüljünk, hogy szaporodjunk, hogy a magyar erő, a magyar élet újra éledjen, és tessék, így kell egy magyar embernek, és ez egy tipikus sajnos, ilyen impulzusok kell egy magyar embernek, magyar életbe beleszületni, és ezt várják, hogy legyél boldog, higgyél és bízzál Istenbe, higgyél és bízzál abba, hogy az emberiség jó, és hogy a magyarságnak majd így kell fölépülni. Ez nézzék, mi tudjuk már, hogy a régi motorosok vagyunk itt az ön, hogy pontosan erre megy ki a játék. Hogy lelki sérülteket okozom, hozzáteszem, most nem azért mondom, hogy pszichológus is vagyok, de ilyenkor, hogyha egy szoktatós anyukának mondjuk eláll a teje, és utána áttér mindenféle tápra meg egyebekre, az teljesen normális, és utána elmehetne, és följelenthetné őket, és perelhetné, Amerikába simán elmenne ez, UCC-vel ide vagy oda, és milliókra perelhetné, hogy ilyen trauma kapcsán, ami... és milliókat kaphatna, érte, hozzáteszem, ezt nem pótolja. Mit vártok tőlünk?
tőletek. Igen, menjünk most a közjegyzőhöz, vagy, mert most olyan szép számmal vagyunk, és szerintem, hogyha a gyengébb, a csapatnak a gyengébb verzióját küldenénk oda, szerintem akkor is összeszarná magát. Elég, ha nőket küld. Ja, nincs itt a betyás öreg, hozzáteszem, meg Torockai, meg izé, tehát nem, itt nem cigányokról van szó, hogy cigány, izé, nem most fel van, itt magyarnak nevezett közigazgatással szemben, vagy vele együttműködve szeretnénk ugye konszenzusra jutni. Most nyilván azért meglepő, hogy látod, ilyen sokan vagyunk. És nagyon sokan nem is tudtak eljönni, pedig itt lennének, tehát egyébként a szívük szerint itt lenne, mellettettek kiállni, mint ahogy itt gyakorlatilag itt nagyon sokan vagyunk már egymás mellett. Nem meglepő ez azért? De, és a kérdésedre válaszolva, hogy ezt szeretnénk, hogy így mellettünk álljatok, és nagyon régóta keresünk ilyen csapatot, akik tényleg így magyar lelkülettel, és őszintén, hát nem mögé, az ember mögé állnak, hanem mellé, és támogatnak, és mi is viszont tudunk támogatni, mert a környezetünkben nagyon sokat fülekre találunk, tehát hogy nem értik meg azt, hogy mi is segítünk, de egymást segítsük vissza egymást, hogy ez mennyit jelent, hogy ez nem kerül pénzbe, ez csak van, csak adjuk magunkból, és senki. Érzitek az erőt? Ugye? Fiatal, és mindig hiányoljuk a fiatalokat, amikor össze, és itt vannak a fiatalok. Ugyan arról számolnak be, hogy nem nagyon tudnak kommunikálni, vagy kontaktálódni, mert nem azért nagy értelmetlen, vagy érthetetlen a tömeg, aki körülveszi őket, hanem valószínűleg azért, mert félnek. Tehát nem engedik a változást. Hát, oké, de én úgy érzem, hogy így elmondhatjuk, hogy vannak barátaink, és akikkel meg tudjuk ezt beszélni, még a UCC-t is értik, de szinte egy sem jött el. Félnek. De mit bőtt? Egy sem. És gyerekkori barátok, igaz barátok. Az UCC-t is kidobták az utcára. Egy sem. Jó, elindultatok azon a tapasztalati ösvényen, amin szerintem az ömink már túl van. Ezeket úgy hívják, hogy gyerekbetegségek. És Jézus szavait szokták volt ilyenkor idézni, ha igaz, ha nem, ezt is hozzáteszem, tehát nem tudom, de így van megemlegetve, amikor azt mondá, hogy én nem békét, hanem kardot hoztam. Tehát az igazság, az igaz útnak a választása, az először szétválaszt. Tehát szétválasztja az igaz embereket attól, akit eddig igaznak véltél, hogy ki az, aki harcol, aki tényleg oda teszi magát, aki komolyan gondolja, és láthatod, hogy vagyunk már néhányan, akik már átmentünk a parázson, sőt a tűzön is átmentünk, és most itt vagyunk a szikrába, hogy egy új szikra legyen, és szimbolikusan azért nézzetek szembe a helyzettel, most ez egy más helyzet. Itt van egy újszülött magyar, fiatal magyar pár, még lesz legalább 4-5 gyerek, adja Isten, hogy így legyen, és azt kell, hogy megtapasztalja, hogy nincs egyedül. Bár van, aki Debrecenből is, és van, hogy 3 embernél több Debrecenben sincs, úgy nagyjából. Hiába vannak sokan, de emberből kevés van. Külföldről is vannak, és általában így szokott lenni, képesek eljönni. Tehát olyan helyekről jövünk össze, ami a hihetetlen is mégis vagyunk. Tehát értessen benneteket az a hit, az a tudás, ez nem is hit, ez a tudás, hogy nem vagytok egyedül, és ez a csapat egyre inkább elszántabb lesz. És az a csapat, akivel föl kell venni a kesztyűt, de hozzáteszem, hogy ők nem veszik föl a kesztyűt, kesztyűk sincs, sőt kezük nincsen, sem lábuk, sem fejük, sem eszük. Ezek úgy menekülnek el, hogyha mi egyre jobban, tehát erőt tudunk mutatni, mintha nem is lettek volna. És azt is meg fogják bánni, hogy a világra születtek, erre a világra születtek, hogyha az a belső világ nem változik meg bennük. Tehát ha képtelenek embermódjára viselkedni. Mit üzennél nekik? Hát nem is tudom, mert valaki feltett ilyen kérdést, hogy van neki például jegyzőnek, hogy de van neki gyereke, hogy nem gondolt
arra, hogy nem, nem gondol. És azt kérem, hogy gondoljon már. Hogy gondoljon már, hogy nézzen már, hogyha van szíve, akkor nem tudom, hogy... Nincs szíve, nincs. Azt nem tudom, azt meg tudjuk nézni egyébként, tehát nem tart sem eddig, előszokott transzplantációnak hívják az ilyesmit. Ha nincs, akkor teszünk bele. De hát ezt én nem tudom, én most nem vagyok orvosdiagnoszta, csak egyszerű hétköznapi katona, meg pszichológus, meg szófestőmázoló, meg sok minden. De mit szeretnél? Tehát mit szeretnél, úgy komolyan? Tehát már hogy embert látni? Hát, hogy hagyjanak békén minket, és hogy mint ember az emberrel beszélgessünk, és nézzen már utána annak, amit mondunk. Tanuljon? Hát, igen. Rávegyük? Igen. Csak neki jó, én meghívtam, nincs itt, én nem látom, vagy lehet, hogy átmaszkíroztam magát? Csak hogy fogjam át, hogy amiről ő nem tud, az nem azt jelenti, hogy nincs és nem létezik, az még létezhet, és van, és más használja, és működik. És vonatkozik rá is, ő is használhatja. Tényleg egy végső kérdés, vagy nem végső kérdés, de hogy érzitek, hogy ez most elbátortalanított benneteket, vagy megerősített abban, hogy jó úton jártok? Tehát, hogy a jövő felé kérdezel. Persze, mi érezzük ezt, hogy jó úton járunk, és hogy egyre többen fognak felébredni, és rájönni arra, hogy merre tartunk, vagyis hogy merre tart minden, ami körülvesz minket, és hogy lássák, hogy mi az igazság. Igazságra vágytok? Igen, persze. Tisztánlátásra, vagy na. Akkor azért harcolni kell, azt nem adják ingyen. Hát igen, azt tesszük így kicsiben, de hát majd meglátjuk, hogy hová jutunk. Jó, még valami? Ezek a legjobbakban, meg bennetek. Hallottátok? Bennünk bíznak. Itt vagyunk. Bennünk bíznak, és nézzétek, ezt a sok arcot nézzétek meg. Ha nem tudom, meg tudjuk mutatni a kamerának, így tudunk egyet fordulni? Tehát elhangzott, hogy bíznak bennünk. És köszönjük a bizalmat. Élni fogunk vele. És köszönjük a bizalmat, élni fogunk vele, hangzott a válasz a tömegből. Nagyon, nagyon büszke vagyok rátok, de ez tényleg azért, mert ugye személyes tapasztalat is az otthonszüléssel kapcsolatban, hogy végigéltük. Most a utolsó kérdés már így konkrétan hozzátok, hogy most van-e olyan elvárás, hogy lépjünk most valamilyen ügybe? Ma. Tehát ma, most, amíg itt vagyunk, tehát a rendőrség ilyen, hogy a sabat van, tehát mindenki otthon van, mert sabaton nem dolgozik, azért nincsenek itt nyilvánvaló, mert ugye a kalocsai érsekség, kipás, nem tud, de nem akarok megbántani senkit, csak azért vegyük komolyan a dolgokat. Kérem szépen, ha sabat van, akkor nem dolgoznak. Ez ilyen egyszerű. Azért nincsen itt egyik se közülük, mert ők nem dolgoznak. Mi meg azért vagyunk itt, mert nekünk ez ugyanolyan munkanap, mint mármelyik normális keresztény szitja embernek. Így van? Azért vagyunk itt. Na, mert most tudnánk egy autós felvonulást tartani, kalocsán, lehet, hogy majd úgy megyünk haza, hogy teszünk egy karikát a városba. Most csak úgy mondtam, ja, dudálva, majd azért lehet, hogy rendőrségi ügyeletre bejelentjük, hogy egy rendőrségi felvezetést kérnénk. A mobil hangfalakat föl lehet rakni. Igen, annál inkább, csak azért, hogy nyomatéka legyen, hogy Kalocsán is itt jártunk, és ezt a kirándulást, ezt nem csak Kalocsán tudjuk megismételni. Hozzáteszem, hogy abszolút békés és konszolidáló szándékkal, jelezve a közhatalmat jelen pillanatban illegitim módon bitorlók felé, hogy nem tehetnek meg bármit velünk.
Rájuk tartozik, hogy mikor hagyják fel a hülyeséget, ez rajtuk múlik, de mi tudjuk jelezni feléjük, hogy nekünk már ebből elegünk van. Már régen elegünk van, és nem akarjuk, hogy még több kárt okozzanak saját maguknak sem. Ha valaki ön és közveszélyes, azt kérem el kell zárni a külvilág elől. Ha ez egy jegyző, egy rendőr, egy bíró, már azt el kell zárni. A miniszterelnököt eleve zárva tartják. Tehát ő gyógyszerelve van, ő be van így programozva. Akkor ezt egy felvonulást megbeszélhetünk majd elmenetbe? Na, ezt így hozzájárultok. Tehát nem akarunk, nektek nem akarunk még nagyobb bajt, természetesen. Szeretném jelezni, hogy ha bármi zűr van, tehát zaklatás nem az van, hogy én majd írogatni fogok nektek, mint hogy nem is írogattam. Tehát én nem akarok senkire rá erőszakolni semmit, nyilván magatoktól kell eldönteni. Itt ez a lehetőség, megismerhetitek azokat az embereket, akik ebbe a körbe már beletartoznak, vagy így, vagy úgy. Ez egy lehetőség mindenkinek, hogy csatlakozzon ahhoz a körhöz, amely nem rendbontó akar lenni, hanem rendszerető és rendszert építő, fölépíteni azt a rendszert, amitől működhet az emberi kapcsolatrendszer. És hogyha ez így bővíthető, abban bármikor segítséget nyújtunk. Ha probléma ér benneteket, abban pedig számíthattok ránk, és természetesen mi is számítunk rátok. Ez így jó most? Kocsis felvonulás. Ne törjünk be ablakokat, ne gyújtsunk fel kukákat. De biztos, mert ez most nagyon fontos tisztázni. Mert hogyha valami ilyen történik, az nem mi voltunk. Jó, tehát hogyha valaki rendbontó lesz, az nem mi leszünk. Mi csak demonstráljuk, hogy itt jártunk, és itt hagyjuk a névjegyünket, mivel hogy nem jöttek el azok, akik hivatalból meg lettek hívva. És szeretném ugye a videóban is jelezni feléjük, hogy nem marad ennyiben a dolog. Tehát, hogyha zaklatják továbbra is ezt a párt, vagy bárkit zaklatnak, akiről tudomásunkra jut, akkor megkapják a beosztásokat. Most még békésen, amennyire szívünkből, szívjóságunkból és közhatalmat gyakorló, mert mi vagyunk a közhatalom, kitelik. De nem vállalok garanciát, hogy mikor pattan el a húr. Szerintem már újra kötöttük néhányan néhányszor, igaz? Biztos. Már jó néhányszor elpattant az a húr, még lehet, hogy még egy kicsit feszíthető. Nem kéne túl sokáig. Ha most nincs más, akkor én a babának külön megköszönném a szereplést, és én nyugodalmas gyermeknevelést és a jövő építését javaslom nektek. Ne bonyolódjatok bele nagyon semmibe, a család az első, és ha segíteni tudunk bármiben, akkor szóljatok. És természetesen számítunk a jelenlétetekre, hogyha ezt megengedhetitek magatoknak. És akkor kérnék még egy tapsot a hőspárnak. És a Rezsót is köszönjük. Ők hozták a Rezsót. Farkas Csaba János, alias Lica, ha valaki így ismeri. Hát Licát még ilyen szakállal nem nagyon, de mindegy, ez az ellenség megtévesztése kapcsán. Csak a gyerekszüléssel kapcsolatban szeretne néhány szót elmondani, ami az UCC kapcsán fölmerülő, nem is tudom, tematikája ennek az egész születés történetnek, hogy hogyan kezelik az UCC-ben ezt a úgynevezett emberi jogot, amivel emberi joggal vagy megadva, vagy nem megadva, gyakorlatilag megszüntetik, elveszik, vagy más kodifikáció alapján máshova helyezik az újszülöttet. Csaba, átadom. Imriské, én az UCC-t nem ajánlom, mert hallottam már sokan... Én értelek, én nem az UCC-ről beszélek, én tényekről beszélek, az, hogy ki minek nevezi, az egy másik kérdés. Itt nem ez a lényeg, ez délelőtt volt, erről egy külön történet.
nem az UCC-ről vannak itt most emberek, tehát nem is az UCC igazán a témája, hanem információ megosztás. Aha, jó? Oké. Okay. Okay, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a délutáni fórumra jött, és ezután szeretném elmondani, hogy mi a különbség egy normál otthoni szülés közbeni jogeset és egy kórházi szülési jogeset között. Valójában a balkáni kánonjog az érvényes ilyenkor, ugyanis őnekik van egy állításuk, és mi ezt dokumentumokkal kell, hogy megcáfoljuk. Kevesen tudják, hogy ameddig az állítás fennáll, és nem ér rá cáfolat határidőn belül, már ha van határidő, akkor azután a törvény erőre emelkedik. Ezért kell cáfolni. Most jelen pillanatban ez úgy működik, itt az admiralitás törvényéről lesz szó a szülés előtti időszakban. Ez annyit jelent, hogy ameddig a gyerkőc benn van az anyagében, addig a gyereket úgy tekintik, hogy vizen van. Tehát ez a tengeri admiralitás jog ezért érvényesre. Amikor az anya a szüléshez közeledik a gyerkőcbe, bent lesz a szülőcsatornába, ez azt jelenti, hogy a hajó közeledik a kikötőhöz. Amikor a gyerkőc megszületik, akkor valójában beért a hajó a kikötőbe. Mikor a gyerkőc megszületett, kipakolták az árut, és ezután regisztrálni kell nevet és számosort kell neki adni, azért, hogy beazonosítható legyen. Na most, ameddig ez a gyerkőc nincs regisztrálva, addig a vám szabad területen van. Tehát ezért jó ez az egész rendszer így felépítve. Civil jog szerint, ez a pozitív nemzeti jog szerint semmit nem tehetnek vele. Az áru nincs regisztrálva. Vám szabad területen van. A nemzetközi törvények az érvényesek. Ez alapján meg lehet cáfolni a vatikáni kánonjogban állítottakat, megvannak hozzá a formanyomtatványok, a dokumentumok, és innentől gyerek szuverén. Tehát ezt így, ezt fel kell fogni, hogy valójában ez történik a szüléskor. Illetve ez neki a jogi herceg utcája. Na most ezt mikor elolvastam, én is először csak néztem, hogy Maci a Málnáson, ezt nem értem, hanem hogy gyerek, anyami, stb. Vízjog, tengeri jog. Azt mikor megértettem, hogy valójában, és itt jön be a UCC, mert a UCC által kiállított dokumentumokkal van megcáfolva ez az egész, amiben fel vannak tételesen pontonként sorolva a vatikáni kánonjogi hivatkozások. Tehát innentől fogva, amin a gyerek szuverén lesz, sem nemzeti jog, tehát ez a pozitív jog, sem nemzetközi jog nem érvényes rá. Sem a vatikáni jog. Egyedül az isteni jog. A négy alaptételben. Ez, ami délelőtt elmondtam. Úgy érzem, elmondtam el minden kapcsolatosan. Köszönöm, hogy meghallottam. És bízunk abban, hogy a következő találkozó az minél hamarabb, és legalább ilyen hatékonysággal, vagy még hatékonyabban tud megszerveződni. Nem tudom, hogy hol, viszont ebben társad partnert keresünk bennetek is. Ha meg tudjátok szervezni, illetve ha vállaljátok, ha ez ilyen feltételes mód, akkor szervezzétek meg, és vállaljátok, és ott tudunk lenni. Tehát úgy időzítünk, hogy ott legyünk mindenhol országosan, hogy ezek a magvak, ezek a csírák újra végre helyükre kerüljenek, és most már ne ilyen fals sarjakat hozzanak, elhaljanak magvukba, hanem ki tudjanak bontakozni és gyökeret eresszenek végre. Ha hiszitek, ha nem, nagyon furcsát mondok, lehet, hogy aki most hallja először, annak furcsa, a régiebbeknek talán nem. Úgy néz ki, hogy a kormányzat, ez a illegitim kormányzat is azt szeretné, hogy Magyarországon magyarok és keresztények legyünk. Bár, ezt ugye, hogy most ki a keresztény, meg ki a magyar, ez Goebbels azt mondaná erre, hogy azt ő dönti el. Hát ő ugye a zsidókra mondta, hogy ő majd eldönti, hogy ki a zsidó. Most is nagyjából olyan fázisban élünk, olyan fázisban tartunk, hogy az, hogy ki kicsoda, azt a lélek járása dönti el, hogy mit hoz elő, mi van a szívében, mi van a lelkében, és milyen szellemiséget képvisel. Itt most az előző órában megnyilvánult valami csodálatos dolog, ezt éreztétek. Az a jó ebben, hogy ez visszavonhatatlan, visszavonhatatlan, még milyen sírok is.
Tehát valami olyan dolog történt, ami nem hétköznapi. És nem hiszem, hogy ez véletlen, nem hiszek a véletlenekbe. Egyre gyakrabban nem hiszek a véletlenekbe. Mert hogy nincsenek. Sem a helyszín, sem az időpont, sem pedig a megvalósult események, sem a személyek, akik ott részt vesznek, ez nem a véletlen műve. Majdnem olyan, mintha valakik terelgetnének bennünket, nem engem, bennünket az egység irányába. Olyan, mintha valami külső szándék akarat megnyilvánulását tapasztalnánk meg az erőtérben. Ez elvitathatatlan. Mondok nektek egy nagyon furcsát. Ez azért nagyon furcsa, mert minden hivatalos állásponttal szembe megy. Fizika. Tudja valaki, hogy mi az, hogy gravitáció? Azt hiszitek, hogy tudjátok. Mert hogy a tankönyvben azt mondják, hogy ez tömegvonzás. Ugye röviden így mondják, hogy tömeg és vonzás. Valaki nyomon kísérte azt, hogy legutóbb India hogyan szállítatta le a Holdra a saját kis Hold járművét, illetve azt, amit valaki nyomon, nem is tudjátok, hogy India is kísérletet tett arra, hogy letegyen valamit a Holdra. Holdra szállás. És hát nem letette, leesett. De olyan helyre esett le, illetve úgy esett le, minthogyha nem is fékezett volna. És ugye régi veszőparipám az, hogy a Holdra nem lehet leszállni, csak lezuhanni. Mert a közhiedelemmel ellentétben a Hold bár kicsinek tűnik, a úgynevezett gravitációja, tövegmonzása az 1,6 szorosa a Földének. Tehát gyakorlatilag, hogyha a Földre le akar valami szállni, és fékezni akarod annak az esését, hogy ne törjön össze, ne zúzódjon szét, azt ugye bizonyos erőhatással, ejtőernyőkkel, ezzel-azzal, ugye, ahol van légenállna, vagy ellen rakétákkal kellene ugye kiegyensúlyozni. Na, ha ezt nem tudja mondjuk az indiai, meg a fizikus, nem tudja kiszámítani, mert ugye az ő fejében a hivatalos fizika van, hogy mondjuk 1/6, nem 1,6-szerese, nem mindegy. Nem mindegy. És van egy másik verziója is ennek, hogyha a Holdra le is lehetne szállni, a mai technikával, amit velünk ismertetnek, ez nem az ionhajtómű, meg az egyedek, amik vagy vannak, vagy nincsenek, akkor onnan a büdös életben nem száll föl soha többet semmi. Mert hogy olyan tömegű üzemanyagot kellene magával vigyen, amellyel már nem tud fölszállni, mert oda, ugye a Földről, hogy fölszállni, ahhoz is látjátok, hogy milyen üzemanyag mennyiség kell. Tehát ez nagyon érdekesek ezek a Holdra szállásos sztorik. Nagyjából ennyire vagyunk át babrálva, de nem ez a lényeg. A gravitáció. A gravitáció úgy néz ki, hogy nem a tömeg vonzása, hanem úgy néz ki, hogy pontosan fordítottja működik. Van az univerzumban valamiféle matéria, amit egyre inkább fekete anyagnak, vagy fekete anyagként szoktak emlegetni, amit nem ismerünk. Ugye mi a látható fény tartományát fogjuk fel, ez nagyjából 3%-a állítólag az univerzum materiális egységének, aminek egy része ugye immateriális. Akkor mi van az összes többivel? Kérdem én. Ők is kérdik. És úgy néz ki, hogy a gravitáció az nem a tömeg vonzása, hanem valami anyagmennyiségnek a taszítása. Tehát az, hogy egy test elmozdul valahonnan és elmozdul valami felé, az nem egy vonzás, hanem egy taszítás, egy toló erő. Nem tudom, hogy fogjátok a különbséget? Tudom, hogy meredek. Nekem is az volt, amikor először hallottam a verzióról, hogy akkor mégis micsoda, és a Marci filmnak akartam ezt megmagyarázni, hogy ez hogy is van, hogy nem így függ össze, nem a nagy tömeg vonzza a másikat és hajlítja meg a teret, hanem ott olyan láthatatlan erőterek és immateriális, materiális, ugye a fénynek is kettős jellege van, hogy egyszerre hullám, és egyszerre anyagi. Na most mi is így vagyunk, ha fénylények vagyunk, akkor megnyilvánulunk így is, de nem tudunk megnyilvánulni másképp, mint hogy egyszerre vagyunk hullám természetűek és anyagi természetűek. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy az, ami most történik, csak fizikai térben történik. Nehogy azt higgyétek, hogy a,
az, hogy mi vonzunk így, mert van ilyen, hogy vonzás törvénye, hogy bevonzunk dolgokat, hogy nem véletlen, igen, van egy másik oldala is, és ez a, valószínűleg ez a nagyobb oldala, a keményebb oldala, amit nem is akarok most ragozni, nem erről szól ez a mai találkozó, van, ami tol össze bennünket. És tudjátok, nekem van egy ilyen szakmám, hogy vegyivédelmi üzemmérnök, katonai, és ott az egyik ilyen alaptantárgy volt az atomfegyver. Hát ugye, mentesíteni az atomportól, atomfelhőtől. Na és ott ugye számítottuk, általában számoltunk azzal, hogy egy atomcsapás, légicsapás, földi csapás van, akkor hány 10, 20 km, 100 km-es sugarok körbe, széliránytól függően lesz majd a vegyi vagy atomszennyezett terület, ahova nem érdemes annyira nagyon vidáman bemenni. Mert kijönni már ugye neccesebb. Na és az atomot ugye úgy robbantják föl, vagy robbantották föl, hogy a kritikus tömeget lőtték össze. Ugye szétszették az urán töltetet, vagy plutónium töltetet több kis részletre, és az gyakorlatilag robbanó töltet trotillal összelőtték egybe egy tömeg, és amikor ez az egy tömeg elérte ugye a kritikus tömeget is meghaladta, akkor indulhatott be a láncreakció. Most képzeljétek el a láncreakciót, hogy mitől indul be. És hogy nem akarok nagyon asszociatíve most utalni arra, hogy bennünket kívülről is egyfajta nyomor, az, hogy belülről van bennünk egy ilyen hajtóerő. Meg hogy kívülről van ránk egy ilyen presszió, egy nyomás, hogy érjük el azt a kritikus tömeget, amelynek a vége, hogy egy atom nem tud mit csinálni utána, elvileg a ránciáció, amíg végig nem fut, az egy durran egy nagyot. Mi azért ettől okosabbak vagyunk, és mi irányított töltet vagyunk, még nem akarunk fölrobbanni, se a dühötől, se a haragtól, minket a béke és a szeretet irányít. Mi ezeken elvek alapján működünk, tehát mi a tudatunkkal akarunk egy robbanásszerű folyamatot úgy előidézni a szikrával, és úgy kordába tartani, hogy az ne pusztító erő legyen. Az atomra nézve mindenképp önpusztító, bár az atom elpusztíthatatlan, de az energia, ami felszabadul, iszonyatos nagy, az mindent elpusztít maga körül. Tehát mi úgy akarunk nagyok lenni, hogy közben icipici maradunk. Ez egy nagyon fontos dolog. És hogy ez, ami most itt gravitációként bennünket összetart, ez egyre nagyobb erőteret kell, hogy bevonzom. Na nagyjából ennyi a termodinamika, kinetika alapjairól. Nagyjából semmit nem tudunk a fizikáról, még most sem. Vagy amit tudhatnánk, azt is, annak is a fele vagy igaz, vagy nem igaz. Az a nagy terv, hogy most, hogy bejött a képbe ez a gépjárműves hazamenetel, amely természetesen menetoszlopban történik, erről én nem tehetek. Tehát, hogy egymás után akarunk autóval menni, mert hogy nem mehetünk most, azért várjuk meg, hogy jön a villamos közénk, vagy nem. Tehát, hogy egymás után akarunk autóval menni erre vagy arra, mert kedvünk szottyan, szerintem senkinek nem okozhat ez semmilyen problémát. Így igaz? Tehát ebben egyet értünk, ugye? De mivel hogy bejött a képbe, hogy mi majd együtt akarunk autózni és országjárást tartani egy kicsit erre-arra szétnézve, ugye a tervet annyiban változtatnám, hogy most szánnék még egy óra hosszát arra, hogy itt megbeszéljük közös dolgainkat, átadom a mikrofont másoknak is egy-egy rövid felszólalásra, és nagyjából még egy óra hosszát kellene egy türelemmel kibírnotok, és utána ezt a gépjárműhöz és gépjárműre akciót viteleznénk ki, úgy, hogy közben mindenki megadta a paramétereit, gondolom, aki elérhetőségét, akit ki tudunk értesíteni mondjuk a következő találkozóról, fölkérve arra is, hogy találkozót esetleg szervezzen meg. Tehát ha érzi magában az affinitást, én már mondom is, mert összejött egy lista, hogy ki hova és milyen helyen tud majd helyet tud biztosítani. Szabad helyen van, azt mondja, hogy Budapest 3 fő. Ez autó. Igen, autó, gondolom nem vonat. Pécs 3, Lajos Mizse, Pécs 1 hely. Lepsénynél még meg volt oda két hely, Baja két hely, Dunakanyar,
Tahitót falu két hely. Budapest három fő tudok vinni. Ki az? Nem, én jelentkezem, hogy vigyenek. Ja. Jó. Ott a művész úr. Jó. Más itt most nem jött. Haraszt, igen. Nyíregyháza, bocsánat, négy fő van. Nyíregyháza kimaradt. Nyíregyháza. Jó messze, nem akar valaki Nyíregyházába kirándulni? Szeged nincsen most itt. Hely. Meg van beszélve? Jó, rendben. Van még valakinek hely problémája? Nyilván Lepsényből. Lepsény. Nézzé hátra. Jó? Meg tudjátok beszélni? Jó. Egy ilyen szöveg. Rendben van, ezen túl vagyunk? Na, ha túl vagyunk, akkor kérek még egy nagyon, nagyon rövid figyelmet, és utána átadnám a mikrofont, majd néhány felszólaló legyen, hogy lássátok azt, hogy nem csak, hogy nem vagyunk egyedül, hanem több különállónak tűnő csoportosulás is képviselteti magát, és hogy gyakorlatilag egy közös célok hajtanak itt bennünket ugyanabban az irányba. És nem véletlenül jöttem én ezzel a gravitáció szöveggel, mert hogy a külső nyomás is arra sarkal bennünket, hogy ezek a körök, ezek találjanak egymásra, szűküljenek, és ne az legyen, tehát ne feltétlenül az legyen, hogy egy plutónium és egy urán nem tud fúziót alkotni. Tehát a végén csak plutóniummal, uránnal tud nagyon durranni. Ez így van előírva. Tehát a végén minőségében akkor tud egy nagy közös egész lenni, hogyha a szószedető, a szókincsünk, a fogalomköreink, amiben gondolkozunk, lelkületünk, szellemiségünk gyakorlatilag maradéktalanul tud egymással kocolni. És onnantól kezdve megszűnik mindenféle határ, ott ugye a tölteteket szétszedik négy felé, csak akkor tud dinamikusan működésbe jönni, hogyha az ott, abban az adott helyen és időben találkozik. Hogy meddig érlelődik az a folyamat? Az egy másik kérdés. Hozzáteszem, hogy állítólag ugye az uránt is meg egyet, tehát hűteni kell. Tehát ott folyamatok, ugye a bomlási folyamatok miatt, de bennünket is néha azért le kell hűteni, tehát nyugalomra intek mindenkit, tehát semmi fáj. Na a következő, amit én el szeretnék mondani, hogy az a tervem, amit itt felolvastam nektek, ez az elküldött levél, ami a meghívóban is itt található, én ezt 10 éve csinálom, tehát küldöm a hivataloknak a megkereséseimet és a úgynevezett feljelentéseimet, bejelentéseimet. Tehát meg szoktak gyanúsítani, mit vársz a hivataloktól? Semmit. Pontosabban semmi jót. Én nem a hivataloknak küldöm, hanem azoknak a személyeknek, akik ezeket az írományokat, ezeket az információkat kell, hogy valamiféleképpen kezeljék. A hivatalok működésében az a jó, hogy egy hivatal van ülő személy, nem tud nem hivatalként működni, tehát ő neki iktatni kell, ő neki, de nem tudja azt csinálni, hogy törli a boxba, és nem érkezett ilyen, nem tudja letagadni, de én ezt úgy tudom megoldani, hogy a honlapomon ezeket nyíltál, és teszem, hogy én elküldtem. Az, hogy ti mit csináltatok vele, az egy másik kérdés, de én megtettem hazafias kötelességemnek, és most ugye nagyon hazafias nevelésben vagyunk, azért ne felejtsétek el. Tehát ország, világ előtt, most hangzott itt egy... Be tudunk játszani abból, amit itt a Kürt szóval? Ez a tenges kapitánya volt, nem? Igen. Ez a tenges, csak tényleg egy taktus, ha működik. Pont az. De majd mondom, hogy miért. Érdekes, neked is. Tudjátok, hogy miért érdekes ez, és így működik az akasa. Tudjátok, hogy van most egy rock opera, vagy nem tudom minek nevezik pontosan, de Bécsben, és most láttam a tévében, tehát igaz lehet, hogy Bécsben adták elő ezt a Tenkes kapitánya című új magyar, nem tudom mit, rock operát, magyaros öltözetben ott huszárok, meg nem, ott ugra-bugráltak, itt tömeg jelenet volt, tehát én megdöbbentem, fokost, meg ostort, meg csattogtattak ott, meg, és egy tömeg volt a színpadon, tehát rád nézt, és olyan volt, mint egy ilyen sodró, tényleg tömeg, nyomulna ellenállhatatlan férfiak, nők a színpadon, és ezt úgy adták, hogy Bécsben, és nagy sikere volt.
Na most ezt adjátok el, hogy Bécsben a tenkes kapitánya, ugye tudja, egy kitalált műről beszélgetünk, de hogy gyakorlatilag a labancokat porrá alázzák, ugye arról szól, hogy mindig megszivatja a labancokat, és Bécsben tapsikolnak, már ugye a hírforrás szerint, és ez megy országosan körbe. Amikor változásról beszélünk, meg arról, hogy a magyaros lelkület, a magyar virtus, meg a magyar bátorság, meg a magyar szellem, a magyar szív, a magyar ész, hogy milyen unikális, hogy milyen nagy dolgokra vagyunk képesek, és ugye kisítőek vagyunk, pedig ne legyünk kisítőek, mert úgy néz ki, hogy kormányzati szinten van támogatva az az erőtér, ami nyomná a nemzeti öntudatot. Szóval azt mi tudjuk, hogy van benne egy kis macesz. Nem kicsi, talán több is a macesz, mint a nem, mint a körömpörkölt, a nem kóser körömpörkölt, de hogy van valami olyan dolog, amit én nem akarok most néven nevezni, mert olyan furcsa lenne. De hogy olyan dolog van, történik az erőtérben, ami nem kvázi nem ellenünk, hanem gyakorlatilag a nemzeti öntudatunkra ébresztésben segít egy hatalmas lendületet adni, kapni. Kik azok? Rendőr? Hívd be! Ja, a szellőzés. Igen, jó van. Oké. A klíma nem működik, a klíma. Klímaváltozás van. Na, viszont, hogy segítsünk magunkon, én gyorsan elmondom a titkos tervet, amíg most így egybe vagyunk. És a titkos terv a következő, de ezt nem mondjátok el senkinek. Azt csináljuk, ami működik. Azt csináljuk, ami most is működött, hogy ha vállaljátok, és ebbe Emőke egyik kulcspozíció, mert ő ugye kapcsolattartó, és még ugye már néhány hely, ahova ugye szét vannak osztva a feladatok, hogyha valami történne, más is tudja ezt átvenni. E-mail címekre, hivatalos e-mail címekre, levél címekre, nevekhez, akik most hivatalos arcok, kormányzati pozícióban lévő arcoknak küldenénk tájékoztatókat. Nem egy nagy durranásról van szó, információt szeretnénk velük megosztani a világ helyzetéről, a gondolatainkról, az elképzeléseinkről, hogy gondoljuk mi ezt a nemzeti öntudatot, szerintünk kik a bűnözők és kik nem a bűnözők, a közhivatalok működéséről, financiális, erkölcsi visszaélések gyanújáról, egyebekről szeretnénk őket rendszerességgel tájékoztatni, minél több levélcímről elküldve, hogy nyomatéka legyen annak a dolognak, hogy tudomásul vegyék, hogy mi is az ő valódi dolguk. Ja. Nem tudom, ezt sikerült elég bonyolultan megfogalmazni? Tehát olyan embereket, olyan valódi levélcímmel rendelkező embereket, és nyilvánvalóan ennek következménye van, hogy néhány levélcím, vagy néhány mailboxot be fognak gyorsan támadni, meg nem tudom, ez velejáró dolog. A lényeg az, hogy egyre több ide tartozó személyt szeretnénk rávenni arra, hogy tegye meg azt a minimum dolgot, hogy amit kap információt, azt a megadott e-mail címekre, amiket ő maga is kikereshet. Tehát én mondjuk végrehajtó, nem tudom hány végrehajtó lehet az országban. 900 valamennyi. Na 900 valamennyi. Ez azt jelenti, hogy a mostani végrehajtók, meg az előző végrehajtók, hogy a bűneik azért ne legyenek feledve, csak azért tudatot, hogy ha valaki elkezdene utána menni, vagy valakik, körzetekre bontva, vagy akár így országosan, hogy elkezdenék írni. Én annak idején kiírogattam, terült egy másfél napomban a nagykövetségeknek az e-mail címei. Egyébként a fele nem működött már eleve. És ugye írogattam a nagykövetségeknek, az izraeli nagykövetnek elküldtem a zsidó betelepítésről, az aggodalmai, cionizmustól, egyebekről. Persze utána visszadobták a levelet, de nem ez a lényeg, el van küldve. És ez ugye regisztrálva van, ki van téve, hogy ezt megkaptátok. Nem mondhatjátok, hogy nem. Na és ezt megtesszük, és csak most a héten, vagy a jövő héten 100 e-mail címről mennek ki bizonyos dolgok, amivel fölhívjuk a figyelmüket. A jövő héten 500-ról, de ugye kedvet kapnak mások, hát ez egy jó dolog, hát ebben nem lehet nem részt venni, hát nem. Hát ez olyan ragályos dolog, akkor ugye a tömeghatás törvényeképpen lehetne becsatlakozni, és szépen ezekbe a hivatalokba, végrehajtókhoz el lehetne küldeni. Nem beszélve arra, ha ott vannak a címek, és ott van az irodájának a címe. Akkor, ha már kiderül az, hogy mit tudom, valaki mondjuk Nagykovácsiban lakik, és ott a végrehajtó iroda, de ő tudja, hogy a végrehajtó hol lakik.
mondjuk a címét is. És bemegy a végrehajtó irodába, hogy járkál egyet, ott körbenéz, egy kicsit megnézi, nem szólal meg egy szót se, nem kell, csak nézelődik, meg nem. Tehát nem kell ott semmit se csinálni, meg ilyen, hogy fenyegetőzni, ezt meg ott pláne nem, tehát ez hülyeséget postaimra találta ki. Tehát mindegy, nem kell fenyegetőzni se, csak körbe menni. Tehát békésen és nyugodtan. Elmenni a ház előtt kétszer-háromszor, hát belefér az ember, arra sétál véletlenül, nem tudom, asszonyot söpröget, vagy valamit csinál, vagy az ember megszólítani, hogy hát mit tudom, mit találta a úton. Tehát ilyen nagyon apró dolgokról beszélek, és higgyétek el, nagyon sokat jelent. És erről nyilvánvaló beszámolni, hogy ez megtörtént. Tehát véletlenül arra jártam, találkoztam vele, integettem neki, nagyon jó pofának néz ki, nem kéne fölakasztani. Nem, ez túl jó embernek néz ki ahhoz, hogy felakasztjuk. Tyuk. Tetszik érteni? Most azért mondom, teljesen titkos ez a pszichológiai hadviselésnek a terve, és nyilvánvalóan a rendőrbácsikkal, nénikkel, akik itt azt hiszik, hogy ők szarták a spanyol viaszt, még azt se tudják, hogy mi az, hogy spanyol viaszt. Hát a többiről tudhatnak, mert az egy másik dolog. De hogy bemutatkozni nekik, hogy ott vagyok, és én vagyok, postaimre vagyok, tessék akkor velem intézkedni. Még azért, mert bűnöző vagyok, mert maga szerint bárki parancsot nem kapra, nem intézkedik. Tehát, hogy tessék nyugodtan vállalni, bátran, kvázi olyan, mintha pofátlanul, de ilyen kurucos hegyke módon tessék vállalni, hogy ez van, és nézzenek nyugodtan hülyének, beszámíthatatlan, nem tudom akárminek, nézzenek, nem számít. A lényeg az, hogy érezzék a gondoskodást. És ha oda teszitek még, hogy píkörös vagyok, higgyétek el, hogy ez, hogyha a videó kimegy, meg elkezdődik a dolog, ezek hivatalból fogják leküldeni az e-mail címet, az összes rendőri vezető, a píkörösökkel, az külön vigyázzatok, mert az most külön izé vagy van. Tehát olyan zsizsgés kezdődik el, már szerintem elkezdődött, már most is, mert ugye online megyünk, hogy az nem lehet ám mondjuk egy ilyen 50 fős, hogy kilakoltatást odavonulunk, és mert az nem ugyanazt a hatást éri el, hanem ezt tessék országosan megismételni. A Teremtő azt szeretné, hogy legyetek az ő teremtményei, nem birka ostoba szavazó nép, aki tudja, hogy nem tud hatást elérni azzal, amit jön, de mi vagy, nincs más lehetősége, úgy véli, ezért belemegy a játékukba. Játszunk. És figyeljetek, ehhez nem kell, tehát nem kellek én. Tehát nem az, hogy nem kell mögém beállni, vagy mellém beállni. Nem, bármelyikőtök megcsinálhatja. Én most fölhatalmazom rá. Tudjátok mit? Magatokat fölhatalmazzátok rá most. És ebben senki nem akadályozhat meg, nem szólhat hozzá senki kvázi negatívan, vagy pozitívan, vagy akármit szólhat hozzá, ez az ő magánügye. Nem tudom, ebben egyetérthetünk-e? Ebben is egyetérthetünk-e? Ehhez nem kell igazából semmi. Zavarja az embert az UCC, vagy nem ebbe? Tehát, hogy megteheti azt, hogy van egy címlista, és nyom egy enter. Központilag kiküldünk valamit, de nem kell közben, ha valaki fogalmaz egy jó fogalmazvány, és ott van és megkapjuk, akkor már nyomjuk is, és tessék, akkor 100 helyről, 200, 500 helyről megkapja a végrehajtó iroda, hogy figyelj, tudunk ám, hogy mit tudom, ilyen kis barnamásnét most akarjátok kilakoltatni, és 500-an ott leszünk. Tetszik érteni? Lehet, hogy nem leszünk ott 5-en. Lehet, hogy 50-en leszünk ott. Lehet, hogy 5000-en leszünk ott. Ki tudja? Értitek? És nem kell, tehát ehhez gyakorlatilag nem kell igazán 1000 forintokat elkölteni üzemanyagra. Ez gyakorlatilag a váratlanság, illetve a kiszámíthatatlanság erejével előfordulhat, hogy ott leszünk. Előfordulhat, hogy nem leszünk ott. De a tudatunk mindenképpen ott lesz, az akasában ott van a gondolat. Értjük? Békésen akartok harcolni? Nem. Ettől békésebbet én megmondom őszintén, nem tudok elképzelni. Az egy másik dolog, hogy én tudom, hogy nem lesz ez olyan fáklyás menet. Mert hogy lesznek olyanok, akiket nem lehet békésen meggyőzni, arról én nem tehetek. Így van, akiket lehet, először állítsuk át. Erről beszélgetünk. Erről közben került egy nyaklánc a nyakamba. Ott van a pi. Ez a turulból van, Jászdi kisimlésen, ezt kaptam, most föl is tettem, úgyhogy
a kedvetek, és köszönöm szépen. Tehát, hogy ez a kör az, ami működik, ez a kör az, ami működhet, és ebben nincs politikai állásfoglalás, nem kell hozzá semmelyik testülethez, meg ilyen akármilyen néven futó társasághoz tartozni, tehát nem oszt, nem szoroz, ezt megtehetitek, bárki megteheti saját alanyi jogán. És ha nem teszi meg, akkor hogy mondjam, én csúnyán néznék rá, mert ez a minimum, amit meg kell tenni. Ha bankkiadós azért, ha zaklatott család azért, hogyha valaki végrehajtó azért, ha bármilyen ügye van, vagy nincsen egy ügye se, akkor azért. Nekem nincs most folyamatban lévő ügyem, mégis megteszem. Értitek? Akkor azért. És én nem mondhatom, ez nyilván a kamerának sem mondhatom, nem tettek róla, valaki csinál 100 e-mail címet, és 100 e-mail címéről küldi ki a hivataloknak. Hát biztonsági játékos, úgy van vele, az egyiket letiltják, akkor még a másik működik. Hát tehet róla. Hát biztosan biztos. Hogy mit csinál ezzel a hivatal, vagy mit nem csinál a hivatal, én azt nem tudom, mert a hivatallal nem tudok számolni, a hivatalban ülő személyekkel tudok számolni. Azokkal valamit le, a hivatallal nem. A hivatal nekem nem ártott. A hivatal az lehet, hogyha föl lenne töltve olyan személyekkel, akik ember módjára viselkednek, akkor nem lenne az ég adta világon semmi. Igen, az egy másik dolog, hogy a hivatalt olyanokkal töltik be, pont, akik pont az ellenkezőjét teszik annak, mint amennyire, amire az esküjük elvileg följogosítaná, fölhatalmaznánk. De én megint nem én döntök ebben a kérdésben, ők döntenek. Nem tudom, ebben egyetértek, ez a titkos terv. Ehhez adjátok a neveteket? Adjátok a neveteket, mert ez, ettől én egyszerűbbet nem, tehát nem tudok elképzelni egyszerűbbet, és úgymond hatékonyabbat, hogy együttműködésre kényszerítsük azokat, akik nem úgy együttműködésre nem hajlandóak, hanem kifejezetten ellenséges szándékról tesznek tanúbizonyságot már sok-sok éve. És én nem akarok még több öngyilkost, aki mondjuk a kilakoltatás kapcsán, vagy a fizethetetlen hitel, meg egyéb kapcsán gyakorlatilag azért van elveszejtve, mert nem lát kiutat belőle, és úgy érzi, hogy egyedül van. Ezt tegyük már meg, jó? Mindenkinek e-mail cím. Mondtam, ha felvállalod fel, hogy ott ülsz egy nap alatt, vagy napig, és az bogarászod ki, hogy országosan milyen, hol vannak a körzeti, kerületi, a fő, és megvan az e-mail cím, a lista, hogy hova kell elküldeni, és ezt a listát mi megkapjuk, akkor ez a listán akár célirányosan a gyámhatósághoz, a végrehajtókhoz, az ügyészség, az összes, az rendőrségi szervekhez, akárhova mehetnek ki a megkeresések. Ez állampolgári kötelességünk, hozzáteszem. Ha valamilyen bűncselekmény, gyanús dolgot, jogtalanságot észlelsz, nem lehetőséged, kötelességed azt jelenteni a hatóságok felé. Jó? Szerintem nincs ebbe semmi kivetni való. Ez, hogy a magyar öntudatra ébresztük, szerintem a legjobb fogja annak, jelen pillanat, amíg működik a NET, hogy nyugodtan tedd, persze nem fogsz nyugodtan aludni, ezt garantálom, ha ezt megteszed, de utána hozzá fogsz szokni. Hozzá fogsz szokni, hogy nem történik semmi. Nem visznek el a rendőrök, de ha elvisznek, nem tudnak veled mit kezdeni, mert hogy te teszed a feljelentést. Tehát nem te vagy a bűnöző, ők követnek el bűncselekményt. És így tudjuk szétválasztani egymást, ugye a bizonyos tanájtól, ami nagyon fontos lenne. Jó, tehát ez a titkos terv. Akkor ebben maradhatunk, együttműködésetekre számíthatunk, ha jelentkezéseteket várunk, mert hogy ez azért egy kis munkát igényel, nem nagy munka, csak rászánjátok az időt, ott ültök a net előtt, és kikeresitek mondjuk a elérhetőségeiket, ami kötelező, hogy föltegyék, nem minden honlapon található, meg hozzáteszem. Tehát sokan már elrejtették. Sokan elrejtették ezt a lehetőséget, vagy hamis címet adnak meg. Mondjad, Erika. Az a javaslatom, hogy kezdjük ezzel a családdal, hogy kérjük szépen az ő nevüket, az e-mail címet, és mindannyian élünk a gyámügynek, a helyi közjegyzőnek. Igen, ezt én a saját nevemben, igen, ezt én a saját nevemben elkövettem, ha ti ezt megteszitek, mert fönn van a honlapomon, az elküldött levél. Küldöm az e-mailt, igen. És akkor mindenki el tudja küldeni. Ugyanezt ráerősítitek, akkor ez már működhet. Tehát pont erről beszélek, most én ezt körbe küldtem, de ha ezt megteszi még az a 101 néhány ember, aki most itt van,
akkor az még egy nyomaték rá. És hogyha ezt megteszi 500 ember, és nem beszélünk több ezerről, de ha több ezeren megtennék, hogy nyomnak egy entert, nem tart sem, 3 percig nem tart egy ilyet megcsinálni, képzeljétek el, hogy ennek hatása van, sőt, még ha hozzáír egy saját gondolatot is. Tehát nem az van, hogy egy ilyen tömeglevelet továbbítottam, hanem tényleg elolvastam a tartalmát, és nem egy automata továbbította ezt. Ez is fontos, hogy nem vagyok robot. Mert ezt egy robot is meg tudná csinálni, na de azt automatikusan a spambe teszik, ugye milyen vagy spam? Tehát, hogy nem robotként, hanem ezt azért, mert hogy én ezt tudom a tartalmát, és egyetértek vele. Jó, maradhatunk ennyiben a megszervezése, mondja Erika. Ott van még egy gondolat, hogy mindig mondod, hogy mi vagyunk fölül, tehát nekünk, hogy másképp állunk, hogy legyen benne, hogy ők a szolgálat, közszolgálat, adófizető állampolgárokként föl vagyunk háborodva az eljárásokon. Én már nem vagyok fölháborodva az eljárásokon, én túl vagyok már ezen, én már fölöttük járok el. De én értelek, persze ezt meg lehet fogalmazni, és meg is kell fogalmazni. Mondta, én fogalmazok szívesen ilyen körleveleket, amit píkörösen ugye tovább lehet adni, de én nem csak azt szeretném, hogy Posta Imre név alatt fusson ez a dolog, hanem azt szeretném, hogy minél többen vállalnátok a saját nevetek, ennek van ered, tehát nem engem kell futtatni, hanem ti magatok alanyi jogon tegyétek ezt meg. Jó, lezárhatjuk ezt a témát, ez a titkos terv. Persze van más is, csak azt majd nem mondom el. Jó, ebben maradhatunk? Persze. Jó, akkor...